Fűtési támogatásban részesülnek a téli hónapokra az erre jogosultak, tájékoztattak a Máramarosszigeti Szociális Támogatások Igazgatóságának képviselői. A feltételek a tavalyi évekhez képest nem változtak. A jogosultak október 25-ig jelentkezhetnek a szükséges iratcsomóval. Az elektromos árammal és gázzal való fűtési támogatása jogosultak le kell tegyék az utolsó számlát. A fával való fűtés esetében a tavalyhoz képest nem álltak be változások. A dosszié főképpen a család összetételét és a jövedelmi bizonylatokat kell tartalmazza. Tájékoztatott de Lescu Giorgetta, a Máramarosszigeti Szociális Támogatások Igazgatóságának főnöke. A jogosultaknak nem lehetnek adósságai a helyi adóhivatallal szemben. 1,7 köbméteresnél nagyobb személygépkocsiuk és a banki letétjük sem haladhatja meg a 3000 lejt. Azok a személyek, akik ugyanabban a háztartásban élnek, vagyis ugyanabban a lakásban több család él, egyetlen dossziét kell letegyenek. Egyetlen lakcímre egyetlen dossziénk lesz. Abban az esetben, ahol albérleti szerződést kötöttek, de csak akkor, ha két család él a lakásban, és az adó- és pénzügyi hivatalnál be van jegyezve, tette hozzá de Lescu Giorgetta, a Máramarosszigeti Szociális Támogatások Igazgatóságának főnöke.